Az orvosok szerint fontos a napi torna, mert fegyelemre neveli a gyerekeket, serkenti a vérkeringést, javítja az agy oxigénellátását, ezáltal a koncentrációt és a gondolkodást. A gyerekek is örülnek a napi torna bevezetésének, sokfelé az osztálytanítók eddig is alkalmazták ezt, amikor úgy érezték, kezd lanyhulni a fegyelem és a figyelem. A Széchenyi István általános iskola igazgatóhelyettese Burány Irén azt mondja, sok gyereknél gerincferdülés, rossz testtartás, lúdtalp, elhízás tapasztalható a mozgás hiányos életmód miatt. Az iskola pszichológusa pedig azért tartja jónak a tanítás közbeni tornát, mert a gyerekek reggel még álmosak, a lelkük még alszik, a délutáni váltásban érkezőknek pedig gyakran még a gyorsan bekapott ebéden, vagy az éppen félbehagyott számítógépes játékon jár az eszük. Ez a mozgás ebben az átmenetben segítene nekik. A Szerbiai Oktatási Minisztérium Mozgassuk meg gyermekeinket elnevezésű projektjét az Északbácskai Körzet általános iskoláiban vezetik be először. Miután pénteken minden iskola koordinátora Zomborban elvégezte a szakmai továbbképzést, tudásukat átadják a többi osztálytanítónak, és már február végétől megkezdődhet a projekt alkalmazása. A pénteki zombori továbbképzésen résztvevők egy kézikönyvet kaptak a napi torna pontos menetéről és a tanítók által választható és alkalmazható három modellről. Radi se vežbice u učionici, pa su zato primenjene vežbe koje se zovu vežbe na stolici. Onda postoje vežbice koje se rade u dvorištu i na sportskim terenima. To su jesenje igrarije, prolećne i zimske igrarije. I poslednja je muzička vežbanje, odnosno vežbanje uz muziku. Aerobik za decu, uz ples i tako dalje. Az egész projekt célja helyrehozni a kisiskolások testi deformitásait, és minél több mozgásra serkenteni őket. A tanítók önmaguk döntik el, hogy a napi 15 perc tornát egyszerre, vagy például 3x5 percben csinálják meg. A tervek szerint a későbbiekben fokozatosan emelik a napi tornaadagot a jelenlegi 15-ről, majd egészen 60 percre.